hihetetlen érdekes a francia politika. Mi a francia dilemma? Létezik egy Európai Unióban két állam meghatározó? Párizs, Berlin. Amíg a német kormány működőképes volt, addig Berlin vitt mindent. Én mindig azt mondtam, hogy volt egyszer egy bonni köztársaság, amely kiválóan vezette Párizsban Európát. Hogy működött a vezetés? Politikai katona vezető szerep Párizs. Gazdasági pénzügyi Bonn. Az egységes Németország létrejötte pillanatától mindent vitt Berlin. Mi a dilemma? Kilép a Brexit révén Nagy-Britannia. Maradnak ketten. A mai francia politika tökéletesen látja, hogy a hárompárti német kormányon működésképtelenség szélén van. Három választás lesz idén, mind a három volt NDK területén, a hagyományos német pártok nem kapnak többséget. Tehát van egy dilemma, mit mond ma a német párt? Én, mint CDU-CSU, SPD, FDP, zöldek, nem vagyok hajlandó összefogni a szélső jobbal, az AfD-vel, és a szélső ballal, a Linkével. Oké, de ez a két párt, a Linke és az AfD. A Linke esetében bejön még Sarah Wagnernek most létrehozott szövetsége, a Bündnis. Többségben vannak, tehát nélkülük nincs kormány. Mi a francia dilemma? Átvenni Európa vezető szerepét. Mi a probléma? A gazdasági képességük nincs meg erre. Mi a következő probléma? Van egy Macron. Ahogy ön elmondta, Macron rengeteg dolgot próbál csinálni. Egy pár hónappal ezelőtt még Putyinnal ki akart egyezni. De a Macron elmondta a beszédét, amely úgy, ahogy van ostobaság. Küldjünk csapatokat. Oké, de ezt úgy hívják, hogy harmadik világháború. Én otthon elővettem a polcomról Kahn könyvét Eszkaláció címmel, 1962-ben jelent meg, ahol azt írja, hogy a jószomszédi kapcsolatoktól 44 pont viszel a totális világháborúhoz. Én azt mondom, hogy a 30-valanyadikon vagyunk, tehát nem állunk túl jól. De a Macron, miután ezt elmondta, és néhány ország néhány nap után mellé állt, ilyenek voltak a lengyelek, hát kicsit a skandinávok, de nem teljes mértékben a baltiak, a többi ország nem. A NATO főtitkár sem, az amerikai elnök sem, brit miniszterelnök, német kancellár sem. A Macron visszakozott, de ezt a sajtó nem hozta le. A Macron elmondta azt, hogy ha kell, küldünk csapatokat 4-6-8 év múlva. 4-6-8 év múlva nem lesz orosz-ukrán háború, mert ha lenne, akkor nem lesz Ukrajna. Tehát ez egy nagyon fura dolog. Létrejött a weimari háromszög újabb ülése. Kik ezek? Francia, német, lengyel. De mind a három ország más célt képviselt. Francia, küldjünk csapatot, németek, hozzunk létre egy páncélos koalíciót, adjunk páncélosokat, lengyelek, ahol lehet, oroszoknak vágjunk alá. Ez három teljesen más stratégiai cél. Tehát azt lehetne mondani, hogy Macron elképzeléseivel, nem mondom, hogy egyedül maradt, abszolút kisebbségbe került, és ez egy új helyzet. De ezt Európa nem vette tudomásul, Európa megállt ott, hogy Macron osztanak, küldjünk csapatokat. Zárjál, oroszok reagáltak, reagált Medvejev, reagált Piszkov szóvivő, mindegyik azt mondta, hogy oda küldött francia csapatokat megölik, és hullaságban mennek haza. Ez is ennél összetettebb, mert ő nem harcoló csapatokat akar oda küldeni, hanem kirszerzőket, hadműveletieket, tanácsadókat, stb. Mi a probléma? 2014 óta Ukrajna tele van, főleg angol száz, ezenből elsősorban a brit tanácsadókkal. Nincs meg a pénzügyi lehetősége. Ma, ha segíteni kell a görögöket, olaszokat, spanyolokat, portugálokat, akkor ezt vagy Brüsszel, vagy Berlin csinálja meg. Párizs nem képes rá. Németek mennyiséget adtak, ők minőséget. Ez nem igaz. A németek nem hajlandók a Taurus rakéták leszállítására, mert az 500 km hatótávolságú rakéta. Most kijött egy beszélgetés, én megőrülök attól, hogy négy német vezető közöttük a légierő parancsnok arról beszéltek, hogy hány Taurus kellene ahhoz, hogy a Kercsi krimi hidat szétverjék. Óriási a botrány. Ha újabb botrány nem jön elő, akkor négy palit nem rúgják ki. Én kirúgnám őket, de ez egymást. Nem beszélhet egy háromcsillagos tábornok ilyen hülyeségeket. Tehát még vacsora közben sem. Tehát neki egy felelőssége van, ő nem magánember, pont. A probléma, hogy a Tauruszokat a németek a kancellár nem hajlandó odaadni. A kommunista utódpárt és a AfD szintén azt mondják, hogy nem odaadni. A kormány koalíció három pártjából kettő, a zöldek, liberálisok oda akarják adni, az ellenzéki CDU-CSU oda akarja adni, nem adják. Mi a brit válasz? Adják át nekünk, mi átadjuk Ukrajnának. Ez ugyanaz. Mi az újabb brit válasz? Adják át nekünk, nem adjuk át Ukrajnának. Mi leszállítjuk a brit rakétákat, és ezt adjuk át Ukrajnának. De ez mind azt jelenti, hogy a háború eszkalálódik. Itt tartunk most, Scholz olyan, amilyen, kiváló gazdasági vezető, nem karizmatikus kancellár, nem engedi ma a Taurusok átadását. A franciák arra vigyáztak, hogy amióta Európai Unió van, vagy francia legyen a mezőgazdasági biztos, vagy olyan, aki a francia érdekeket képviseli. Mi történik most? Eddig 1005 hajó jött ki ukrán kikötőből. Egy része gabonát szállított, egy része mást. Mi az ukrán cél? Ezt a gabonát az első Európai Uniós országba adjam el, mert akkor nincs szállítási költségem és extra profitom van.
Az, hogy ez nem felel meg az Európai Unió normáinak, a kutyát nem érdekli. Tehát mit mondunk, hogy ez a gabona fertőz, stb. Oké, küldjük a harmadik világba. Elnézést, ez milyen elvi politika? Európát ne fertőzzel meg, de a harmadik világot igen. Nyugat-Európa átveszik a gabonát, mert ezen profitja van a kereskedőnek. Sokkal olcsóbb, mint a francia, magyar, mit tudom én, milyen gabona. Hogy rosszabb a minőség, aki megeszi, az különösebben nem zavarja, beteg lesz, előbb hal meg, senkit nem érdekel. Tehát látszik, hogy milyen felemás ez az egész világpolitika. Az alapvető dilemma az, hogy Ukrajnában a földek jelentős része már nem ukrán kézen van. Tehát amit elad nekünk, mint ukrán gabona, az amerikai, szaudi, mit tudom, milyen földön termelt, ukrán területen gabona, de nem ukrán tulajdonú. A második megjegyzésem az, hogy én a következőt látom. Ez a háború véget ér. Előbb vagy utóbb. Ha Trump győz, akkor előbb, mert Trump megzsarolja mind a két felet. Elmondta, hogy akarja, ha lesz kérdés, elmondom, de ez publikus. Mi az alapvető dilemma? Amerikaiak már kijelölték azt a vállalatot, amelyik Ukrajna újjáépítését fogja csinálni. Ez a világ egyik legnagyobb üzlete, jugoszláv háború. Akkor Magyarország szentül hitte, hogy a jugoszláv újjáépítésbe kapunk egy nagy szeletet, megindítottuk a szegedi folyamatot, hittünk benne, semmit nem kaptunk. Ukrán újjáépítés. A döntő részét a profitnak le akarják nyerni az amerikaiak, teljesen logikus, hogy Macron mit akar, a kutyát nem érheti. És le is fogják nyerni. Valószínűleg. Mi a következő? Tessék mondani, hol lesznek az ukrán határok? A keleti határok az én olvasatomban ott lesznek, ahol a orosz-ukrán találkozója van a két népnek. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert minden vegyes, nyilván ottani erőviszonyok döntik el. Tessék mondani, hol lesznek Ukrajna nyugati határai? Mit mond a lengyel vezetés? Hogy nem tartunk igényt lengyel, ukrán területre. A II. Világháború végén óriási lengyel területek kerültek a Szovjetunióhoz, most Ukrajnához. De arra igen, hogy ezek a területek gazdaságilag Lengyelországgal fognak együttműködni. Ezt jogilag, politikailag nem tudom értelmezni. Románia. Mi lesz Moldovával? Volt egyszer egy Ciprus. 1967-74 közt a ezredesek vették át a hatalmat, úgy hívták, hogy ezredesek huntája, és megszállták Ciprust. Úgy hívták, hogy Janúzis Egyesülés Görögországa. Partra szálltak a görög csapatok, törökök kiverték őket. Azóta Ciprus ketté van osztva. 74 óta. Ez 26 meg 24, ez nálam 50 év. Mi történik? A Európai Unió azt mondta, fölveszük a görögöket, utána a törököket. Nem vették föl. Mit mond most a Európai Unió? Moldova két részből áll. Moldávokból és oroszokból. Most fölveszük a moldávokat, később a oroszokat. Soha nem akarják őket fölvenni. Mi a román cél? Hát ebben nem menjünk bele, a román politika az mindig híres volt a ügyeskedéseiről. Mit mond Medvegyev, hogy vegyük vissza Kárpátalját? Mi a probléma? Hogy Kárpátalján már alig van magyar lakosság. A háború alatt 6-12%, 8-12% volt a magyar arány. Felére csökkent, elment, elüldözték, stb. Telerakták ukránokkal. Mi lesz a megoldás? Én nem akarok tippeket adni. Szörnyű nehéz. Egy győztes Ukrajna nem nyer. Egy vesztes Ukrajna elveszíti a nyugati területeit a szövetségeseivel szemben. Tehát ezek szörnyű nehéz dilemmák, amikre csak majd a békekötés után találunk választ. Én úgy gondolom, hogy Zelenszkijnek nincs maradása, amit eddig csinált. A katonai vezetés leváltása azért, mert kimondják az igazságot. Azért, mert a hadsereg főparancsnokkal 30%-kal népszerűbb, mint ő. Ez számomra azt jelenti, hogy a lakosság hosszú távon nem fogja eltűrni őt. Ha a francia csapatokat a frontra küldik, akkor halálesetek lesznek. Kettő. A 2000 francia különlegesen képezett, ezzel együtt szét lehet őket verni. Három. Odesszát Katalin cárnő lakította, orosz város volt. Ne menjünk bele, hogy a Szovjetunió fölbomlása, akkor a korábbi semmi jelentősége nem bíró köztársasági határok, államhatárok lettek. Következő megjegyzés. Ha Odessza orosz kézre kerülne, erről ma nincs szó. Lehet, hogy hónap igen, attól kezdve Ukrajna egy harmadrendű európai ország lenne, egy óriási hadsereggel. Én naponta olvasom az ukrán jelentéseket, kb. Egy héttel ezelőtt az egyik nyugdíjba küldött ukrán parancsnok bejelentett, hogy ha elveszítjük a háborút Oroszországgal szemben, akkor az ukrán hadsereg 400 ezer fő letarolja Magyarországot, itt a 20 ezeres hadsereget szétveri, és ukránok áttelepülnek Magyarországra. Én másnap bemondtam a tévében, hogy jó, de mit kezd Magyarország 400 ezer ukrán hadifogójjal? Én ezt poénnak szántam, de ez utópia, tehát elképesztően érdekes dolgok jönnek elő. Meglátjuk, hogy mik lesznek a határok, meglátjuk, hogy mikor lesz fegyverszünet és béke. Ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg, pont. Nincs ahhoz képessége, nincs lakossága, bármennyi nyugati fegyvert kap orosz fölény, megmarad Oroszország atomhatalom, pont.
A Trump olyan, amilyen. De a Trump azt mondja, hogy ha ő elnök lesz, másnap közül ukránokkal, vagy azt csinálják, amit ő mond, és fegyverszünet béke, vagy egy fillért nem kapnak. Ukrajna jelenleg, ha nem kap támogatást, órák alatt összeomlik. Pont. Közölte, hogy utána megzsarolja Putyin, most erre ne térjünk ki, ez egy nehezebb játék. Putyinnal közli a béke feltételeit. A oroszok elfogadják a békét. Hát most az Erdogan bejelentette, hogy legyen Törökországban orosz-ukrán megállapodás. Mert az Zelenszkij azt mondta, hogy nem ül le az oroszokkal, csak átadja az ukrán javaslatot, hogy mi legyen a béke, és tárgyalni nem kell. Most a gyenge ország diktál az erős országnak, fordítva ül a pacén. A kínaiak a kínai álláspontot követik. Ez azt jelenti, hogy elképesztő mennyiségű anyagot küldenek át Oroszországnak, hosszú közös határokon ellenőrizhetetlen. A kínaiak már tárgyalnak mindenkivel. Most éppen a kínai vezető Xi Jinping elmegy a Macronnal tárgyalni. A kínai béketerv az, hogy fegyverszünet és béke. Ők ebben a konfliktusban az amerikai zsarolás miatt Oroszországot támogatják. 87,1%-et kapott Putyin. Második helyre került a kommunista párt 4,1%-del, jelentősége nem volt. Én egyet nem értek, hogy képzelhette a Navalnyi, hogy hazajön és bármi esélye van a politikára. Navalnyi egy értelmes ember volt. Abban a percben, hogy orosz területre lépett, a sorsa megpecsételődött. Ha ő ezt nem értette meg, akkor nagyon komoly probléma van. Az, hogy meghalt a börtönbe, vagy kiderül vala az igazság, vagy nem, teljesen mindegy. Ez ugyanaz, mint a Prigozsin. A Prigozsin megindult Moszkva ellen. Másnap bemondtam a tévében, hogy nem kötnék rá életbiztosítást. Utána repülőgépével együtt fölrobbant. Vitáznak, hogy egy földlevegő rakéta lőtte le, vagy pedig repülőgépen volt-e bomba. Teljesen mindegy. Nem maradhatott életben. Navalnyi nem maradhatott szabadon. Egy putyini rendszerbe ő veszélyes volt. Kire? Az értelmiség egy szűk csoportjára. Tehát a vidéki Oroszország nem ismeri Navalnyit, de a Navalnyi, hogy visszajött, ezzel a sorsát megpecsételte. Az, hogy most a felesége színre lépett, ez ideig, óráig tart, addig tud színre lépni, amíg a nyugat támogatja.